A rétközi Tisza szakasz, a kendergyártás, a paszabiszőtes Besenyei György munkássága, a görögkatolikus szakrális értékek, valamint a rétközi kastélyok és kúriák is szerepelnek a rétközi tájegységi értéktár lehetséges elemei között. Arról, hogy mely értékek kerülnek be a helyi értéktárba, a települések javaslatai alapján a hamarosan megalakuló bizottság dönt. Az értéktár létrehozásához pályázaton 2 millió forintot nyert el a szervezet. A pályázatnak viszont nagyon nagy szerepe van, mert ez a pályázat az alapja mindennek, hisz forrás biztosít arra, hogy minden település el tudja magának készíteni azokat az értékeket, ami meghatározó a településen. És ugye így el tudjuk készíteni azokat a dokumentumokat, forrásanyagot össze tudjuk szedni, ami ehhez szükséges. A szakember szerint nem könnyű feladat egy tájegységi értéktár létrehozása, hiszen az érintett településeken számos szellemi, kulturális, környezeti vagy építészeti örökség található. Lehet ez egy szellemi érték is. Tehát nem kell, hogy egy anyagi materiális érték legyen gyakorlatilag. Szellemi érték, vagy éppen egy épített környezetérték, de egy egyszerű útszéri kereszt is lehet egyébként. Én mindig példaként felszoktam hozni, hogy ezeket sem ismerik sem a mai fiatalok, sem a mai középkorúak. Tehát már két generáció felnőtt gyakorlatilag úgy, hogy ezeket a helyi értékeket, amelyek egy adott kis lokális közösségnek a mindennapjait határozták meg, vagy határozzák meg egy útszéri kápolna például. Miért épült, hogyan épült, ki is volt az, aki ezt építette? Vagy egy útban van gyakorlatilag egy kitérő. Miért van az a kitérő? Van ott egy 100 éves tölgyfa, ami helyi értéket jelent, és emiatt az egészet át kellett tervezni. A tájegységi értéktár létrehozására 2012-ben megalkotott hungarikum törvény ad lehetőséget, a megyei értéktár mellett települési és tájegységi értéktárakat is megalakíthatnak a települések. Sajnos országos szinten még ez nem túlságosan elterjedt, hiszen összesen 8 olyan tájegységi értéktár működik, amire a törvény lehetőséget adott, és ennek az egyike most a rétközben létrejövő értéktár, amely nagyon örülök, hogy létrejött, hiszen ez megyében ez lesz a második értéktár. A Líder Egyesület az értéktár megalkotásához kapcsolódóan Vidékünk értékei, ahogyan én látom címmel fotópályázatot is hirdetett felső tagozatos diákok számára.